Harangszó hívta a helyieket és a környékbelieket misére a Dombóvár szőlőhegyen található Szent Anna kápolnához július utolsó vasárnapján. A kegyhely és az előtte található parcella több száz éve számít búcsújáró helynek. A legenda szerint az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária szülőanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott. Ez a gyermek nyilván az ő gyermeke Szűz Mária volt, és mivel ennek elterjedt hamar a híre itt a környéken, attól kezdve, mint egy zarándokhelyre, ide zarándokoltak az emberek, hogy imádkozzanak, kérjék Szent Anna közbenjárását, és ahogy ennek az illetőnek meghagyta, hogy engeszteljék Istent azokért a bűnökért, amelyekkel az emberek megbántják őt és a boldogságos Szűz Máriát. A területen a 19. század elején építettek a helyiek először egy kiskápolnát, ami viszont hamarosan szűkösnek bizonyult az azt rendszeresen felkereső zarándokok egyre növekvő száma miatt. Ezért 1870-ben újraépítkezés kezdődött itt, aminek az eredménye a most is itt álló apró kegyhely. Azon túl, hogy máskor is vannak itt szentmisék, minden évben így július végén Szent Anna, Szent Joakim és Anna, az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepéhez kapcsolódva megtartjuk a búcsút, a búcsai ünnepi szentmisét. A kápolna 1870-es megépítését követően a következő években, évtizedekben újabb és újabb fejlesztések következtek. Ezek eredményeként 1912-ben elkészült a ma is látható torony a tetőszerkezet felett, amibe az azóta is használatban levő harang is bekerült. A terület megújítása aztán évtizedekkel később, 1998-ban a környéken élők összefogásának köszönhetően kezdődött el. Itt a környéken a kápolna körül több kis oltár is van, többek között az az oltár, amely magát Szent Annát, a kápolna névadóját ábrázolja. A 2005-ben a búcsúra elkészült Szent Annát és Szűz Máriát ábrázoló oltár átadás előtt nem sokkal a kápolna teljesen megújult kívül és belül is. Rögtön a helyreállítások megkezdésekor a kegyhely belső terében található olajfestményt restauráltatták a helyiek, és egy német stílusú fakereszt is került az oltár előtti területre. A fejlesztések pedig a legutóbbi szentmise után is látványosan folytatódtak. A búcsú részeként egy közösségi összefogással megépített szabadtéri oltárt is megáldott a helyi plébános. A kegyhelyet Dombóvár szőlőhegyen élők és környékbeli civilek, valamint adakozó vállalkozók építették. Ez a most újonnan elkészült oltár egy passzaui oltárnak a mintájára, amelyet leromboltak sajnos, annak a mintájára készült, és a feltámadt Jézus szobra áll a középpontjában. Jézus feltámadása a megváltó végső győzelmét jelenti a bűn és a halál felett. Ez az, ami hitünknek és reményünknek a tárgya, és azt hiszem, hogy valamiféleképpen szimbolikusan Jézus feltámadásának ez a kis oltára, ez a feltámadt Jézus oltár, ez jelképezi azt is, hogy ha hozzá hűségesek vagyunk, és követjük őt, és hűségesen őrizzük a keresztény hit értékeit, úgy erkölcsi, mint szellemi értelemben, akkor vele együtt mi is győzhetünk. Ennek az eredetije, hogy itt elhangzott a misén is, ez Passauban van, ahova nagyon gyakran kijárunk, a lányom ott dolgozik, hiszen 8 éve már ott van. Ennél egy lényegesen nagyobb, de tulajdonképpen ezt kifejező kegyhely van, amit 1700-as években állítottak föl tudomásom szerint, és ahányszor elmentem el, akkor eszembe jutott a mi kis kápolnánk, így gond a szőlőhegyiek, hogy a mi kis kápolnánk, hogy ezt meg kéne valósítani, ezt a nagyon szép kegyhelyet itt is. Varga Stadler Gábor, az oltár megépítésének ötletgazdája, aztán hamar a tettek mezejére lépett. Lehetséges támogatókat és mesterembereket keresett fel. Megkerestem ismerősöket, barátokat, kik vennének ebben részt. Hát ahogyan láttátok és elhangzott is, nagyon sokan csatlakoztak ehhez, ami nagy örömmel szólt, hiszen nélkülük nem lehetett volna megvalósítani. Sajnálatos az, hogy ennek az eredetiét egy jó másfél éve passzóba fölgyújtották. Lehet mondani, hogy talán az utolsó képet én csináltam róla, annak a célja, hogy ezt itt megvalósítsuk.
Természetesen ezt lekicsinyítve, arányosítva csináltuk meg az otthonihoz képest. Ez Sebrek Csaba építész barátomnak a tervei alapján készült, és hát nagy sietséggel, de mindenki pozitív hozzáállásával ez volt a cél, hogy itt a búcsúi szentmisére készüljön el, és hát sikerült is, és el is készült. Az, hogy az itt élő közösség tagjai 1998 óta, vagyis már több mint két évtizede folyamatosan azon dolgoznak, hogy szebbé tegyék a kápolnát és annak környezetét, nem véletlen. A terület ugyanis generációk óta fontos szerepet tölt be a dombóvárszőlőhegyi családok életében. A dombóvárszőlőhegyi emberek nagyon szeretik ezt a Szent Anna kápolnát, de nyugodtan mondhatom azt, hogy a dombóváriak is, és a környezetben lévők is. Ugye tudni kell, hogy gyakorlatilag három megye határán vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon régi zarándokhely, ez a Szent Anna kápolna, és még a nagyanyámtól hallottam annak idején, hogy hogyan jöttek Szekérrel, Somogyból, Baranyából, természetesen itt Tolnából a környezetből, és mindig próbáltunk valamit szépíteni, csinálni rajta itt a helyi közösséggel. Így lehetett az, hogy 2005-ben, ez a 4-ben pontosabban, 2004-ben iszonyú lepukkadt állapotban, leromlott állapotban volt a kápolna, akkor is egy ilyen nagy összefogással teljesen sikerült megújítani ezt a kápolnát, és azóta mindig valami apróságot teszünk hozzá, hogy a folyamatos karbantartás ilyen idős épületnél ez létszükséglet. Nagyon szeretik ezt az emberek, ezt a helyet, rendkívül különös hangulata van, a forrásnak gyógyhatást tulajdonítanak, nagyon sokan viszik ezt a vizet. Egyébként annyira megerősítik, hogy ilyen gyomor és egyéb bántalmakra nagyon jó, hogy hát gyakorlatilag mindenki ebben hisz. És nagyon szép ez a kegyhely, bármilyen évszakban, de mondjuk én nyarat szeretem, de annak ellenére a legszebb télen, amikor ilyen svábosan, németesen kidíszítjük, ahogy ott kint szokás, és minden szent este, bizonyában évfélkor, ami a tisztelendőrök elfoglaltsága miatt 18 órát jelent, akkor van itt az évféli szentmise, csodálatos hangulata. Ha még kis hó is van hozzá, akkor egyszerűen pazar. Tehát a helynek van egy olyan kisugárzása, ami valahogy megfogja az embereket, ahogy minket is.